Az élet. Kapocs a menny és a föld között. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Mózes első könyvének az első fejezetének az első verse. Teremtéskor egy csillagokból álló tökéletes világegyetem állt elő. A különböző alakzatú és döbbenetes méretű égitestek által kisugárzott energia láthatatlan, ugyanakkor kikezdhetetlen és határozott energiával szövi át a léget. Az égbolton elhelyezett csillagok ezreit egy titokzatos erő tartja tökéletes egyensúlyban. Pompás ragyogásuk az éj beállta után mutatkozik meg. Igazából ekkor kell életre az éjszakai égbolt. Az éjszakai világító testek, ami gyönyörűségünkre úsznak fényárban, és küldik sugaraikat, hogy ne kelljen sötétben maradnunk. Nélkülük szomorú lenne az égbolt, éjszakai járásunk bizonytalan, tétovázó lenne, és könnyen eltévednénk. Elmúlt az éjszaka, és az új nap hajnalán új reggel kezdődik. Nappal veszi át az éjszaka helyét, mi pedig örömmel és reménykedve szemléljük a magas eget. Szemeinket bejárja a különösen hosszú utat megtett fény, hogy az élet útvesztőjében vezetést nyújtson, az útunkban pedig melegséget és tisztánlátást ajándékozzon nekünk. Az éjszaka és a nappal változása érettünk, a föld lakóiért lett megteremtve, hogy megtapasztalhassuk mind a nap forróságát, mind pedig az éjszaka nyugalmát. Naponta felfedezhetjük, hogy milyen nagy áldást jelent az égboltot uraló nap csodálatos fénye, és milyen titokzatos a csillagfényes éjszaka. Azért lettünk ide helyezve, hogy élő kapcsolatként éljünk az ég és a föld, a végtelen és a véges között, az életet fenntartó hatalmas föld befogadott, és élelemmel lát el, hogy otthon érezzük magunkat. Földünk felszínén található minden, ami élő és mullandó, minden, ami merészkedik a magasba törni majd, megadóan visszaszállni a földre. Földünk tartja fenn az életet, ugyanakkor a megfelelő pillanatban majd megfizetteti velünk azt, hogy lábbal tiportuk, megcsonkítottuk, megsebeztük és kihasználtuk. Az élet mindennapi lüktetése ima és imádat által egyesíti a mennyet a földdel, a végtelent a végessel, és a határtalan szeretetet az emberi szívben lakozó szeretettel. A földi élet saját történetét meséli a kezdetektől egészen a végtelen horizontokig. Ennek az életnek mi is része vagyunk, és küldetésül kaptuk továbbadni azt. A mai áhítat szerzője Anna Mattioni orvos.